30 éves a Magyar Pékszövetség. A nyíregyházi készítésű Kárpátok kenyere második lett az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyerek közötti versenyben. Fizetéskönnyítés a nyírségvíznél, kamat és eljárási díjmentes befizetési lehetőség a lakossági felhasználóknak. Felszámolnák a hepatitiszt, idén 200 millió forinttal több jut Magyarországon a szűrésre. Az idén 30 éves Magyar Pékszövetség 9. alkalommal hirdette meg a kenyérversenyt, amelyre 500 kenyeret neveztek be a pékségek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ennek legfontosabb kategóriája az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér. Ebben a nyíregyházi készítésű Kárpátok kenyere lett a második helyezett, épp csak lemaradva a dobogó legfelső fokáról. Korán reggel rákerülnek a címkék a kenyérre, amit aztán a pékek egy határozott mozdulattal betolnak a sütőbe. 40 perc múlva pedig kész a friss, ropogós kenyér. Ez valamint a kiflik és a zsömlék is a Vela Pékség üzemében készültek, amely egy a Magyar Pékszövetség 375 tagja közül. A sütőipari vállalkozások kapacitásának mintegy 65%-át kitevő vállalkozások szakmai érdekképviselete 19 tagú társadalmi elnökséggel működik immár 30 éve. A koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére idén 9. alkalommal tudták meghirdetni a kenyérversenyt, amelyre 500 kenyeret neveztek a pékségek. Ez jól mutatja az elkötelezettségüket, jövőbe vetett hitüket, bizalmukat és nem utolsó sorban szakmaiságukat, hiszen a rövid határidő ellenére is sok energiát fektettek a termékfejlesztésbe. Kettő kategóriába volt meghirdetve a termékverseny. Az egyik a búzakenyérből kész, búzából, ízből készült, kizárólagosan magyar termékekből, adalékanyag hozzáadása nélkül készült Szent István napi kenyér. Másik pedig egy innovatív kategória, ahol elsősorban a Magyar Ízek utcájába tervezett bemutatkozásnál lehetőség volt arra, hogy különböző fűszernövényekkel ízesítsük a kenyereket. Ennek következtében a Balmazújvárosi hajdúsági kenyér lett az első helyzet, amelyet most már 19-e után lehet vásárolni a különböző üzletekben, míg az innovatív kategóriában a Helpékség, budapesti Helpékségnek a rozmaringos burgonya kenyere lett az első helyezett. A Szent István napi kategóriában 7 induló kenyeret bírált a szakmai zsűri, ezek közül a Vela Pékség alkotása lett a második helyezett, kevesebb mint egy ponttal lemaradva az első helyről. A Kárpátok kenyere fantázia nevet kapott pékárút a térség búza összeöntésére alapozták, ráadásul a forma is tükrözi a Kárpát-medence csúcsait, így a kenyér minden módon jelképezi az összetartozást. Amikor a Kárpátok kenyerét megalkottuk, akkor ugye azt vettük figyelembe, hogy a Kárpát-medencére jellemző ízeket vettük elő, és ugye összetevőben ez meg is mutatkozik búzalisztből, illetve rozslisztből készül, egy hosszú élelési kovásszal, és ugye ami nagyon fontos, hogy a rozsliszt az a kovászba kerül, mert ennek teljesen más az erjedése, teljesen más az ízhatása, illetve teljesen más a kenyér savfoka, ez növeli ugye az eltarthatóságot, egy teljesen különleges ízt ad a kenyérnek, és ugye innen jött ez az ötlet, és így alakult ki ez a kenyér. A kenyérverseny nyertes alkotásait minden évben a Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a nagy közönség. Mivel idén ez elmarad, a Magyar Pékszövetség gyártói felhívást tett közzé, amiben felkéri a sütőipari vállalkozásokat, vegyék fel kínálatukba a két győztes kenyeret. A velük kötött gyártási szerződés garanciát jelent arra, hogy az ország minden pontján ugyanazt a minőségű kenyeret kapják majd a fogyasztók. Szerdán megkezdődött a 19. Vidor Fesztivál. A Vidámság és Derű országos seregszemléje augusztus 29-ig tart majd. Ez idő alatt számos koncert és színházi program várja az érdeklődőket a Móri Zsigmond Színházban, a Rózsakert szabadtéri színpadon és a Vidorkertben. Az előző évektől eltérően idén már augusztus 19-én szerdán kezdetét vette a Vidor Fesztivál. Szakadó esőben ugyan, de nevéhez híven jó hangulatban. Az újra tervezett rendezvényen elmaradnak a Kossuth téri nagy koncertek. Ezek egy része a Rózsakert szabadtéri színpadra költözött, mint például a 15 éves Iron Mafia jubileumi műsora, a Follow the Flow vagy a Budapest Bar koncertje.
Az átszervezések miatt olyan produkciókat kellett lemondaniuk a szervezőknek, mint Lajkó Félix vagy az Anna and the Barbies koncertje. Néhány buli pedig a Vidorkertben kapott új helyet, például a Terra Profonda és a Carson Coma. Minden helyszínen vannak kihelyezett kézfertőtlenítők, ez csak egy a számos egészségvédelmi intézkedés közül. Mint ahogy az is, hogy a korábbi 9 helyet idén inkább 11 naposra nyújtották az év legvidámabb hetét. Az utcakövét azonban továbbra is helyi zenekarok performanszai, artisták és pantomimesek árasztják el délutánonként a Kossuth téren. A Vidor Színházi Versenyprogram zsűriének elnöke Koltai Róbert, Jászai Mari díjas színművész, filmrendező, érdemes művész lesz. Külön izgalom az, hogy egyedül vagyok szakmabeli. Tehát civilekkel, 3 civil, akik a közönséget képviselik, de hát végül is mi nem magunknak meg a szakmának játszunk, tehát már úgy mondom, hogy mi színészek, hanem a közönségnek. És itt ez egy erős dolog, hogy szakmabeli senki nem lesz rajtam kívül, tehát nekem kell bizonyos dolgokban megvívni, bizonyos dolgokat meghallani, hogy mit mond a többi zsűritag. A művész hozzátette, jobbnál jobb emlékeket őriz a fesztiválról és egyáltalán Nyíregyházáról. Kamat és eljárási díjmentes befizetési lehetőséget biztosít a Nyírségvíz ZRT a lakossági felhasználók részére a fizetéskönnyítés jegyében. A társaság a veszélyhelyzetre való tekintettel nem korlátozta a szolgáltatást az elmúlt hónapokban. Ez a kedvezmény azonban már csak néhány napig tart. Nem sokan vannak, akik profitálni tudtak a vírus helyzetből. Többeknek adódtak fizetési nehézségeik még az alapvető szolgáltatások esetében is. Ezt a Nyírségvíznél is tapasztalták, ahol az elmúlt hónapokban szintén nőtt a kifizetetlen számlák, és ezzel együtt az adósok száma. Társaságunk azoknak a megsegítésére, akik most a veszélyhelyzet után képesek és ki tudják fizetni a tartozásukat, az egyösszegű befizetésekre kampányt indított, és engedélyezzük a kamatmentes és az eljárási díjmentes befizetésnek a lehetőségét. Ez a mentesség azonban nem vonatkozik azokra a felhasználókra, akiknek fizetési meghagyás vagy végrehajtás van folyamatban, ezeket a díjakat továbbra is meg kell fizetni. Azok, akik ennek mégsem tesznek eleget, első körben fizetési felszólítást kapnak több alkalommal is. Emellett a társaság a tartozás rendezésére és a részletfizetés lehetőségére is felhívja a figyelmüket. Ahol ez sem hoz eredményt, ott korlátozzák a szolgáltatást. Mivel azonban nem cél ennek megszüntetése, kikapcsolása, több más szolgáltatóhoz hasonlóan a Nyírségvíz is kizárási moratóriumot hirdetett a veszélyhelyzet idején. Ez azt jelenti, hogy március óta nem volt korlátozás. Most, ugye, mint említettem is, növekedett az adósok száma, kénytelenek vagyunk ezt az eszközt is bevetni a bevételeink beszedése érdekében, ezért augusztus utolsó és szeptember első hetében újból lesz korlátozás. Az érintett felhasználók ezeket a korlátozási értesítőket már megkapták, és itt is engedmény, hogy nem egy összegben kérjük a teljes tartozást, azonban a korlátozás alól csak abban az esetben mentesülnek, hogyha a tartozás 50%-át befizetik. És a fennmaradó 50%-ra további 2 havi részletfizetést tudunk biztosítani. A vezető beszélt arról is, hogy az ügyfeleket számos sorbanállás nélküli fizetési lehetőség segíti a szolgáltatási díjak minél egyszerűbb kiegyenlítésében. Az internetbankon keresztüli egyedi átutalás mellett a társaságnál elérhető a csoportos beszedési megbízás is, melynek lényege, hogy a fogyasztók engedélyezik a pénzintézetüknek, hogy a Nyírségvíz leemelhesse a díjat a számlájukról. Ezeken kívül az e-számlán is rendezhetik költségeiket. Ez esetben e-mailben kapnak értesítést a számla kiállításáról, amelyet utána ki is tudnak online egyenlíteni, ahogy a számlázási, befizetési adatokat is nyomon követhetik az interneten. Idén 200 millió forinttal több jut a vírusos hepatitis szűrésére idehaza. A betegség felszámolását segíti az is, hogy a B-típus elleni védőoltás több mint 20 éve kötelező hazánkban. A hepatitis A elleni vakcinát pedig bizonyos országokba való utazás előtt érdemes beadatni. A hepatitis a máj heveny vagy időgyulladásos megbetegedése, melyet elsősorban különböző vírusfertőzések okoznak. A jelenleg ismert hepatitis vírusokat A-tól G-ig jelzik, a legismertebbek és gyakoribbak az A, B és C jellel ellátottak.
Utóbbi az egyik leggyakoribb halálok a világon, évente közel 1,5 millió áldozata van. Ezért ezt a típust egyre gyakrabban szűrik. Ennek azért van jelentősége, mert a hepatitis C vírus okozta májgyulladás az eléggé alattomos, nagyon későn a tünetet, amikor már nagyon nem sok mindent lehet egy tönkrement májjal tenni. Viszont nagyon jó kezelési lehetőség van rá, hogyha időben elkapják ezt a betegséget, akkor nagyon jól lehet kezelni, szinte a teljes gyógyulásig. Viszont ez csak akkor lehetséges időben, hogyha szűrővizsgálat történik, ami nagyon helyes, hiszen minden betegségnek az elsődleges kezelési módja a megelőzés. Megelőzésre pedig csak akkor van lehetőség, hogyha a szűrés megtörténik tünetmentes egyénekben is. A fokozott kockázattal járó műtéti beavatkozást végző szakemberek körében 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell szűrővizsgálatot végezni. Erre tavaly 400, idén már 600 millió forint áll rendelkezésre. Az egészségügyi világszervezet céljaival összhangban Magyarországon is kiemelten kezelik a hepatitis felszámolását. Védőoltás az A és a B vírus ellen van. Utóbbi hazánkban 1999 óta kötelező a Nemzeti Immunizációs Program részeként. A vakcinát az általános iskola 7. osztályában adják be. A hepatitis A hányással, hasmenéssel, sárgassággal jár és rossz higiéniai körülmények között terjed. Időnként idehaza is kialakulnak gócpontok. Ez ellen aktív vagy passzív védőoltással lehet védekezni. Az aktív védőoltást akkor szoktuk javasolni a betegeknek, hogyha olyan területre megy, ahol ez egy gyakori megbetegedés. Általában a Törökország belső területei, észak-afrikai területek, ázsiai területek, de az, hogy mikor is kit kell oltani a hepatitis A ellen, az mindig megtalálható a nemzetközi oltóhelynek a weboldalán, úgyhogy pontos irányelvek vannak arról, hogy ki milyen országba utazik, oda milyen oltások a kötelezőek vagy az ajánlottak. Az Eurostat friss jelentése szerint csak 3 ország van Európában, ahol többen halnak meg hepatitis miatt, mint nálunk. A Dél-Dunántúl ráadásul a kontinens 25 legrosszabb helyzetű régiója között van az ilyen halálesetek arányában. Ijesztő szám, hogy 1 millió magyar közül 15 hal meg ezen betegség miatt. A 2019-2020-as tanév mindenki számára új helyzetet teremtett, hiszen a normál menetben elindult tanév végére a szülőknek is tanárrá kellett válniuk. A 2020-21-es tanév azonban rendben elindul, a szülők pedig elkezdték a tanszerek vásárlását. Előre összeírt listával járják a szülők és a gyerekek a papírírószerboltokat. Szeptemberben megkezdődik az új tanév, az ehhez szükséges eszközöket viszont célszerű még most beszerezni, amikor nagyobb a választék és kedvezményesebb árak is elérhetőek. Egy alaptanszercsomag idén 8-10 ezer forint között mozog egyéni igényektől függően. Máskor már júliusban elindult a vásárlás, most nálunk most kezd beindulni, de most sokan szoktak lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jövőre is, vagy most szeptemberben is iskolába mennek a gyerekek, a másodikból a harmadik osztályra mennek, hát mindenképpen, ha indul az iskola, ha nem, meg kell venni az iskolaszert. Én úgy gondolom, hogy ebben nem lesz gond. Az iskolatáskák és toltartók esetében is igaz, hogy csak a pénztárca szabhat határt annak, hogy egy szülő mennyit költ erre. 8-10 ezer forinttól egészen 30-40 ezer forintig lehet válogatni az iskolatáskák között. Farkasné Beáta és kislánya, aki második osztályba megy, elkezdte a lista alapján megvásárolni a tanszereket. Igazából ugye még most nézegetjük ezeket a termékeket. Ilyenkor ugye mindent fizetett, igazából mi toltartót is tavaly kapott, de az idén újat kell, hogy vásároljunk. Én azt gondolom, tehát itt mondjuk elég nagy kedvezményeket adnak, tehát mi ide szeretünk járni. Most így elsőre szerintem egy olyan 15 ezer forintba biztos, hogy beleugrunk így a ceruzák és zsírkréták, mindent, amit a füzetekkel együtt vásárolni kell. A helyzet jelenlegi állása szerint a tanév rendben elkezdődik, a szülők vásárolnak, a gyerekek pedig más évekhez képest talán picit jobban várják ezt a tanévet, hiszen az előző mindenki számára újszerű helyzetet teremtett, és korán sem úgy ért véget, ahogy szokott. Most még a tanítók és tanárnénik is picit jobban hiányoztak a gyerekeknek.
Érvényes kötelező biztosítás nélkül a segédmotorok nem vehetnek részt a közúti közlekedésben, de a kerékpárokra is érdemes felelősség, baleset és vagyonbiztosítást kötni, amelyek éves díja csupán néhány ezer forint. Utóbbi járműveknél baleset esetén akár a lakásbiztosítás is fedezheti a károkat. A jó idő beköszöntével mindenében kirajzanak a motorosok az utakra, belőlük az elmúlt években egyébként is egyre több van. Ezzel párhuzamosan pedig az ezekkel elszenvedett balesetek száma is emelkedik. A kisebb 50 köbcenti hengerűrtartalom alatt és rendszámmal nem rendelkező segédmotorkerékpárból is mind több van használatban. Az ilyenek tulajdonosai közül azonban sokan nem is gondolják, hogy ezekre a járművekre is kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni. A MABIS statisztikája szerint ezeknek az eszközöknek csak valamivel több mint felére kötöttek valaha KGFB-t, és mindössze 15-20%-uk után fizetik ki rendszeresen a biztosítási díjat. Nagyon fontos, hogy ahogy kiteszi ugye a járművet az utcára és ráül, használja, rendelkezzen ezzel a biztosítással, hiszen ha kárt okoz, akkor neki kell megtéríteni az okozott járműben a kárt. Ezt a kártalanítási számla kifizeti, hogyha nincsen biztosítása az adott járműre, tehát segédmotorkerékpárra például, de be fogja hajtani polgári peres úton az ügyfélem a károkozást. Nagyon sokan azt sem tudják, hogyha ugye halálos balesetet okoznak egy olyan járművel, amin nincsen biztosítás, ott milliós nagyságrendűre is ugorhat az a kártalanítási összeg, ami ugye azt az adott járművezetőt fogja terhelni, aki nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással. Miközben ennek díja csupán néhány ezer forint évente, a büntetés ettől sokkal többbe rúg, ha egy közúti ellenőrzés során kiderül, hogy nincs kötve KGFB a járműre. Bár nem kötelező az elektromos kerékpárokra, mopedekre és a sima biciklikre is célszerű biztosítási fedezettel rendelkezni, hiszen kárt ezekkel is lehet okozni más járművekben vagy személyekben. Jellemzően csak a nagyobb értékű kerékpároknál szokás biztosítást kötni lopás esetére. Van most már külön kerékpárbiztosítás is, amit ugye pár ezer forintért meg lehet kötni. Egy 500 ezer forintos kerékpára például egy ilyen 5500 forint éves díjtól már lehet biztosítási fedezetet kínálni. Ebben benne van a lopás, az elemi kár és egy felelősségbiztosítási fedezet is. Nagyon fontos, hogy a lakásbiztosítás is tartalmazza a kerékpárokkal okozott károknak a fedezetét. Ezt mindig az adott biztosító adott termékében célszerű megnézni, hogy milyen limiteket, mennyit fizet a biztosító, hogyha mondjuk történik egy ilyen károkozás. Célszerű beletenni, hogyha ez esetleg nem volt benne, hiszen nagyon sokan csak a szomszéd utcába mennek át, és soha nem lehet tudni, hogy mikor fognak kerékpárosként balesetet okozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy jelenleg a lakosság több mint kétharmadát kitevő kerékpárosok csupán néhány százalékának van biztosítása. Kerékpáros junior világkupa versenyt rendeznek augusztus 26-a és 28-a között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az U19-es korosztály képviselői három országúti mezőny versenyen és egy egyéni időfutamon mérik majd össze a tudásukat. Az eredeti tervek szerint 9 ország adott volna otthont a 2020-as junior világkupa fordulóknak, a koronavírus járvány azonban felülírta a versenynaptárt. A Nemzetközi Szövetség márciusban félbeszakította a szezont, és a folytatás egyben a befejezést is jelenti, ugyanis csak a magyarországi viadal szerepel az idei versenynaptárban. Hazánkban 1928 óta nem rendeztek a Nemzetközi Szövetség által kiírt kerékpáros versenyt. A világkupa viadalon 15 ország 16 csapatának 96 U19-es kerékpárosa száll nyerekbe. A versenynek a színvonalát az adja, hogy gyakorlatilag itt ezen nemzeti válogatottak indulhatnak. Külön engedélyt kaptunk a UCI-tól, hogy egy magyar klubcsapat indulhasson a DKS-i. Minél több magyar versenyző képviseli hazánkat, annál jobb eredményt talán el tudunk hozni, mert ugye nem mindegy, hogy 6-on vagy 12-en tudják egymást segíteni mezőnybe. A versenynek a komolyságát még az nagyon megadja, hogy az U19 az a korcsoport, akik gyakorlatilag belépő a profi világba. Akinek itt úgymond elsül a lába, és jól tud menni, tud eredményt hozni, az lehet, hogy megcsinálja a profi karrierjét. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a verseny sportértéke mellett a gazdaságra gyakorolt hatását és közösségteremtő erejét emelte ki.
Azzal, hogy a szándéka meg volt a sportszövetségnek, hogy rendezzen, ahhoz kell egy olyan helyszín is, aki otthonába fogadja, úgymond ezt a nagy eseményt, és Nyíregyháza ilyen befogadó város, közösségteremtő ereje van a sportnak, éppen ezért nagyon fontos, hogy egy kerékpár sportág, a világ legnépszerűbb sportág, a legnézettebb, és hogyha a sportturizmust nézzük, akkor a gazdasági hatásai óriásiak ennek a sportágnak, úgyhogy mi ezzel élünk, tehát Nyíregyháza városa ezzel él, és nagyon szeretnénk, hogy a közeljövőben és a jövőben is megrendezésre kerüljön hasonló nagy esemény. Már jövőre Európa-bajnokságot fogunk idehozni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a fiataloknak is esélyt tudjunk adni arra, hogy a világ élvonalába tartozzanak, és azzal, hogy mindenki sportoljon, az egyik fő célunk a kerékpár sportággal. Nagyon tudjuk ezt ténylegesen megteremteni az itt élőknek és a környéknek is. Nyíregyháza alpolgármestere Ulrik Attila reményei szerint az eddigi amatőr kerékpáros rendezvények mellett a jövőben rendszeresek lesznek a profi versenyek is Nyíregyházán. Azt szeretnénk kialakítani itt Nyíregyházán, hogy évről évre megújulva jelentős nemzetközi versenyek legyenek itt, tehát a profik is megjelenjenek Nyíregyháza útjain, ugye a családok és az amatőr bringások mellett. Azért fontos ez a számunkra, mert hosszú távon, mint a világ legnépszerűbb sportja és a legtöbb ember által követett sport, Nyíregyháza brendjét, arculatát jelentősen emelheti Európában, ismerté teheti, és ezáltal több érdeklődőt vonzhat a városunkban, és azt a szolgáltatási rendszert, ami itt kialakult, az fejlesztheti. A verseny augusztus 26-án szerdán a Vásárosnami Nyíregyháza közötti 95 kilométeres távrajtjával kezdődik. Másnap délelőtt rendezik meg a megyeszékhelyen az egyéni időfutamokat, majd délután Ibrány rajtal és céllal egy 73 kilométeres országúti szakaszt teljesítenek a bringások. 28-án pénteken pedig ismét Vásárosnaminyban lesz a rajt, majd 107 kilométer megtétele után Nyíregyházán érnek célba a versenyzők. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Az idén 30 éves Magyar Pékszövetség 9. alkalommal hirdette meg a kenyérversenyt, amelyre 500 kenyeret neveztek be a pékségek. Ennek legfontosabb kategóriája az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér. Ebben a kategóriában a nyíregyházi készítésű Kárpátok kenyere lett a második helyezett. A Pékszövetség felkérte a sütőipari vállalkozásokat, vegyék fel kínálatukba a győztes kenyereket. Kamat és eljárási díjmentes befizetési lehetőséget biztosít a Nyírségvíz ZRT a lakossági felhasználók részére a fizetés könnyítés jegyében. Ennek az az oka, hogy járvány időszakában azt tapasztalták, hogy nőtt a kifizetetlen számlák és az adósaik száma. A társaság a veszélyhelyzetre való tekintettel nem korlátozta a szolgáltatást az elmúlt hónapokban, ez a kedvezmény azonban már csak néhány napig tart. Idén 200 millió forinttal több jut a vírusos hepatitis szűrésére idehaza. Az egyik leggyakoribb halálokként számon tartott betegség felszámolását segíti az is, hogy a B-típus elleni védőoltás több mint 20 éve kötelező hazánkban. Az általános iskola 7. osztályosait oltják a Nemzeti Immunizációs Program keretében. A hepatitis A elleni vakcinát pedig bizonyos országokba való utazás előtt érdemes beadatni. Augusztus 20-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!